Hűztem és a legjobbakat. Nos, ma egy újabb ismételt érdekes napunk van. Itt vagyunk ugyanis a Köszi Kő kafénál, ami nem messze van az Örsvezértértől, és azon apropóból vagyunk itt, hogy itt lesz a játékfest. És hát mit ne mondjak, az ajtó közel van, de a sor vége ott van. Ez még nem is a legvészesebb sor, hogy őszinte legyek, de ettől függetlenül sokan várnak arra, hogy bejuthassanak, és sokan fognak bejutni. Szóval remélem a következő vágóképnél a sor után már bent fogunk lenni. És a sor után, a sor itt van, de mi már rendelkezünk a megfelelő pecséttel, így hát bejuthatunk magára a bőrzére, ahol sok-sok-sok érdekességgel, sággal találkozhatunk. Kezdve egy Star Wars-os asztallal, ahonnan tovább megyünk a főszervezőnknek az asztalára, ahol néhány hotfilszek és természetesen Star Wars-ok lapulnak reménytelen mennyiségben. Kedves szervező úrunkkal, Transformerek lapulnak itt is, érdekes darabok, animéter és minden egyéb vegyesen. A következő asztalnál is vannak érdekességek, rágok, modern figuráknak tömkelege, szép lasszak, motofigurák is. Átfordulunk a másik oldalra, ahol Dragon Ball figurákkal találkozhatunk, ami meglepetés a bőrze szempontjából. Ahogy láthatjuk, szinte hirtelen támadás végén, ott lapul szerencsétlen Buu, szóval lehet látni, hogy mik vannak itt. A következő asztalunknál Star Wars jármű, illetve Indiana Jonesnak is egy járkánya lapul, Black Series és Recreation figurákkal megfűszerezve. Érdekesség gyanánt a következő asztalnál nem csupán matchboxok, hanem egyéb kiadások is láthatóak, különböző apróbb és nagyobb figurák szempontjából. Már inkább figurának nem nevezhetjük a járműveket, de attól függetlenül érdekességnek mindenképpen. Nagyon szeretem ezeket a klasszikus matchbox dobozokat, amik ugye ténylegesen gyufás doboz méretűek. A következő asztalnál, az acskókban, dobozokban és egyéb verziókban lehet látni a Star Wars figuráknak a tömkelegét, és hát mit nem mondjak, az embernek ebből sose lehet elég, mert mindig találhat más-más kiadást, amit máshol esetleg nem lát. Még poszterek is vannak, kisebbek, nagyobbak, kemény kiadásúak, pixebbek vagy ilyenek. Újabb Star Wars asztal érdekes járművek, egyik kedvencemmel az Arwingen, mellette végig kis figurákkal, bontatlanok is vannak, könyvek, kedvenc Mr. Skiffingnél. Hello! Másik asztalnál is lapulnak újabb figuráink. Kisebb-nagyobb Funko Pop-ok, Star Wars könyvek, ezek nagyon jó részletesek, ezeket nagyon szeretem. Szóval, igen, még Mr. Skiffingtől kaptunk egy kis kitűzőt, és köszönjük szépen, de mindjárt fókuszálunk is, haha! És hütőmágnesokat mindig szeretem, Funko Pop-ok, Star Wars figurák, Kenner figurák, szóval mit ne mondjak, amit az ember elképzel, azt találhat, illetve nagyon klassz kis figurák mindenféle méretben és kiadásban, szóval mit ne mondjak, az embernek mindig van valamit találnia, hogyha keres. Igen, igen, nagyon jó. Újabb figurák, régebbiek, egyesen egy klasszikus Beast Wars Megatron kerül éppen eladásra. De Matrica kedvenc Máténknál, vagy kedvenc Gabinknál, a minden is, mindenes is asztalnál látszik, hogy már Mikulás mindent is hozott. Igen, igen. Meg a matchboxos Korzilla teljes méretében mindenféle vegyes szuperhős figurák. Éppen gyűjtő szemrevételezés alatt zajlik egy reptilián figura. Láthatjuk, hogy kik mik lapulnak, és itt első eladásos napján van itt Máté cimborámnak a motu, illetve egyéb figurái. Hello! Indeget, hogy mi jó? Hello! Szóval láthatjuk, hogy milyen érdekesek lapulnak itt. Igen, elnézést, hogy sokat mondom, hogy érdekes, de hát ha valóban itt minden érdekes, akkor más kifejezést nem is lehetne rá mondani. Igen, igen. Szóval, de mondjak, felvétel készül a felvételekről, legjobbakat, eló, eló. Szóval, igen, mindig lehet találni itt valamit, és mit ne mondjak, hogy ha az ember keres, akkor talál. Itt a tömeg gyűlik, a tömeg osztik, anime figurák is láthatóak itt, szóval igen, mindig lehet találni valamit, amit
érdeklődése okot ad mindenféle kategóriának. Igen, igen. Még Playmobilok is vannak. Szóval, mit nem mondjak, ha ki szeretne, az talál dolgokat. Igen, igen. Kis szatyor már gyűlik, gyűlnek bele a kisebb-nagyobb dolgok. Zseniális Transformer figurák, Optimus, Megatron, Star Saber. Szóval, igen, mindenfélét is láthatunk itt. Kérem szépen! Toncsi kollega asztalánál mindig lapulnak jó dolgok. Jó kis Revenge of the Fallen figurák, meg nagyobbak, kisebbek, de nagyon klassz Cyberverse, Bumblebee Adventures-ből, Vulcanicus. Szóval, itt mindig van valami klassz. Retro és új dolgok vegyesen ennél jó kis Transformer asztalnál. Egyik kedvencem a Gördeszkás Prime, a jó klassz figura, de jó, hogy mindig van egy kis Legends-ek is egyéb tárolására, és még itt is lapulnak kis finomságok, amiket az ember, ha résen van, meg tud találni. Igen, igen. Időnként meg akarok egy-egy dolognál, ezt a szörnyeteket nézzétek, csapatszállító csontvázlény, milyenek vannak, szóval imádom az ilyeneket. Az illusztráció véget, demonstrálom, hogy jelenleg 10.30-kor, tehát fél órával a nyitás után ennyi emberke van, szóval el lehet képzelni, hogy mennyi figura kell el, mennyi figurát szereznek itt az emberek, szóval mit nem mondjak, azért eléggé jó dolog van itt az embernek, és mit nem mondjak nekem is, mert itt beszerzésre került pár apróság, de ezeket természetesen hamarosan látni fogjátok az asztalkámon. Szóval igen, mit nem mondjak, a Figura Fest, én úgy érzem, hogy egy nagyon jól sikerült kis dolog, rengeteg árussal, és rengeteg érdeklődővel lévén még itt kín az épületen kívül is vannak, szóval A bőrze után pedig itt vagyunk az asztalomon, és mit nem mondjak, ezen igencsak izgalmas és mozgalmas és tartalmas bőrze után eléggé sok minden van. Az én kis kockás szatyromban, igen, hát mit ne mondjak. Ezúttal igazán megtelt a szatyor, plusz még van egy másik is, tehát aki a videónak az előző kisebb tartalmát láthatta, az láthatta, hogy mi minden is lett abból, szóval mit ne mondjak. Az átlagosnál még inkább telített ezen kis szatyrom, tehát amikor az ember egy bőrzére megy figura szempontjából, akkor valami olyasmit szeretne elérni, mint amit ezen bőrzén most nekem sikerült, és hát ne is kerülgessük a forró kását, fér és rakom a szatyrot, de nem azért, hogy hanyagoljam, ami benne van, hanem pont ellenkezőleg, pontosan azért, hogy lássuk is, hogy mik is kerültek hozzám ebből. Kezdjük is, lássuk csak ezzel a kis dobozkából, Habrudival, nagyon biztos a sztori emögött, a maga a kis Habrudi dobozkának a sztoria, mégpedig azért van, hogy egy ismerősömnél voltam, és akkor spárban megláttuk, mondjuk, ez kell, ezt megvesszük, ezt megesszük, ez kellett, megvettük, megettük, de valami borzasztó volt, tehát nem ajánlom maguk senkinek se ezt a terméket, de minden esetre a dobozkája nagyon praktikus, tehát hogyha valamiért mégis kellene, akkor mégiscsak ezen kis dobozka az, ami nyerő. Szóval egyik első dolgunk, ami megnézhetünk itt, nem más, mint sem egy G.I. Joe katona, és egy igazi harci veteránnal van dolgunk, szegényként nem tudom miért szenvedett ilyen véres arc sérüléseket, de magának a figurának a beszerzésének van egy okája, mégpedig len az, hogy én évekkel ezelőtt kimentettem egy Bat drónt az egyik kis boltból, szerencsétlen eléggé ramaty állapotban van, tehát hogyha úgy gondoljátok, hogy most van rossz állapotban, látnotok kellett volna akkor, amikor hozzám került szegénykémet, eléggé sok mindenem ment át, de mit te mondjak, teljesen jó, hogy most már így kettőjük egymás ellen örök csatába lehetnek. Igen, szóval teljesen kis aranyosak így egymás mellett, és így ide kerülnek. A következő pedig nem más, mint sem
Balú kapitánynak kis bocsa, nem tudom, hogy most ő az ő gyereke vagy sem, de mindesetre egy előző bőrzén szertettem Balúra, azt nézem, hogy Hárus így, nem látjátok, hogy hátra nézek, de a polcomon nincsen őkelme pont kéznél, szóval mindegy, megszereztem Balút, és úgy gondoltam, hogy Balú mellé jó lesz, hogyha meg lesz a kis kölyök is, igen, igen. Következő nem más, mint sem egy igen apró Black Arachnia figura, ami már megvan nekem, lássuk csak, ő viszont két kanyításnyira van, égyni, szóval már megvan nekem, igaz kicsit poros, de ugyanakkor úgy voltam vele, hogy egy nagyon aranyos kis figura, és azt hiszem 1-200 forintért nem hagyhattam ott. Valamit majd kitalálok vele, hogy pontosan mit, azt még nem tudom, de valami biztosan lesz belőle, igen, igen, égyni. Aztán még szertettem egy icike-picikét lötyögős fehér rangerre, akivel úgy voltam, hogy, mivel működött a fej gimmickje, nem lesz rossz, hogyha meg lesz, igen, igen, szegény Kimnek az arany kis tartókája nem épp a legjobb állapotban van, az egész figura sem nem feltétlenül a legjobb állapotban van, de ugyanakkor úgy vagyok vele, hogy nem hagyhattam ki. A következő két kiegészítő pedig, mit ne mondjak, szerintem magáért beszél, hogyha az ember ismeri az adott szériát, tudhatja, hogy ez a kiegészítő kié, illetve ezek a kiegészítők ki. Előre sejtettek valamit. Foreshadowing. Wow. Szóval igen, félrerakom a Bad Drone-t, mert ő végül is nem ebből a bőrzéből lett, szóval igen. Nos, ezt követi Máté cimborámtól kapott egyik valami, mégpedig len, nem más, mint sem. Transformers Universe Brainstorm. Wow, nagyon vagány figura. Mit nem mondjak, nagyon klassz korai inkarnációja a Headmaster koncepciónak, és egy nagyon vagány figura. Természetesen most a jármű módjában van, de a lényeget meg tudom mutatni, miszerint őkelmének a kis pilótája, önmagában egy fejmester is. Érdekes látni, hogy mennyire különbözik a fejmesternek a kialakítása a későbbi Tytoon Saturn figuráktól. De a Tytoon Saturn figurákra még egyébként ki fogunk térni ezen kis videó alatt. Őt ide rakjuk, így mi? És ne aggódjatok, az egész terület be lesz töltve. Szóval a következő nem más, mégpedig len egy Transformers The Last Night / egy kicsit hülye állapotban van, már előre megbocsássanak, de szegény Kimét kicsikét nyakatekert állapotában találtam ott a polcokon. Még nem volt időm vele foglalkozni, hogy megfelelően átalakítgassam, de egy kis tekergetés után lássuk csak, így né, egy fokkal már kulturáltabban is néz ki, bár nem pont úgy néz ki, ahogy neki kell, de az alapvető koncepció látszik, hogy egy tüskés dinoszaurusz. Igen, igen. Most így a videóban mondom, hogy ezen videó után tervezek egy live videót készíteni, amiben során az itt látható figurákkal fog kicsit foglalkozni. Az, hogy ez a live mikor jön ki, az egy jó kérdés, hogy ki jön egyáltalán. A terv az, hogy a videó kijövetelének napján délután 6-kor jön ki, azután pedig az azt követő hétfőn jön majd ki mindenki számára. Remélem semmi olyan gigszer nem lesz, ami miatt a live esetleg ne kerül neki, de ebben most ne is menjünk bele, mert nem ez a videó lényege, hanem a következő elem, ami nem más, mint csak szintúgy Máté cimborámtól egy igen érdekes darab, Robot Car 3-in-1, wow, walking robot, és én ezt már régóta terveztem beszerezni, és nagyon örülök kedves Mártinak, hogy ezt segített beszereznem, ez pedig lenne más, mint sem egy egy ne, szegénykém egy kicsit hiányos abb állapotban van, ezt már közölte velem ott, amikor átvettem tőle, hogy hiányzik itt a oldaláról egy elem, de minden egyedre megvan, tehát a kis kampók, így lövedékek, fegyvere, és még a matricái is megvannak a figurának, de sajnálatos módon hibázik róla az egyik ilyen nagyobb panele, de ettől függetlenül maga a figura többi része épp, szóval azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy vicces dolog lesz ezzel foglalkoznom. Igen, igen. Poén benne az, hogy ő egy elemes valami, tehát van benne egy
kis elemtartó, és akkor megy. Tehát látszik, hogy bújó jármű módban, és hogyha megnyomom az egyik gombot, hopp, kipattan a feje. Ezzel majd foglalkozni fogok, de minden esetre egy jó pufa dolog, már így előre megmondom. Igen. Utólag meg majd valahol megtalálom ezt a másik panelt hozzá, az, hogy hol, mikor, miként, az majd idővel elmúlik, de ezt már egy-kétszer láttam föl-föl bukkanni a neten, egyszer volt egy nagyon pocsék élményem vele, mégpedig a marketplace-en valakitől el akartam ezt hozni, és egyszerűen nem akart normális postázási költséget mondani, így 2022-ben általában egy magyar postai költség az ilyen általában 1500, maximum 2000 forint, és a drága illető, ami 3500-at akart a postára kérni, belföldön belül, szóval nem erőltettem a dolgot. Nos, viszont folytassuk is a beszerzéseket, mert hogy itt még nem ért véget, bőven nem. Mert hogy a következő dolog nem más, mint sem Titans Return Fengrai. Igen. Szóval a Monster botokból már megvolt kettő, és most már így megvan mind a három álca robotka. Ennek nagyon örülök, nagyon klassz kis denevér jószág. Kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz átalakítva, de természetesen majd ő is megkapja a maga bemutatóját. Igen. Ezt követi nem más, mint sem egy örök klasszikus, akit már nagyon-nagyon régóta akartam, és ezt se hiszem, hogy meglett, de ez nem más, mint sem Transformers Animated Deluxe Class Lockdown. Igen, tehát ez egy igencsak sokra tartott figura az animated gyűjtők körében, és nagyon örülök neki, hogy sikeresen szert tettem rá, mert hogy már régóta tervezgettem beszerezni, teljesen jó figura, egy kicsit le kell poroljam, de ugyanakkor nagyon szép darab. Igen, ővele érdekes lesz foglalkozni az átalakítás méretében szempontjából, és így jegyzem meg, hogy ő egy deluxe class figura, de nézzük meg, hogy mekkora is, tehát azért igen. Egy másik figura, ami még mindig van benne bőven, tehát a másik figura, amit kedves Gabi cimborámtól kaptam, az pedig ez a klasszikus filmes RC, ez a koncepció rajzos RC, amit szintúgy kedvelek, nagyon jó kis figura alap, és ezt a figurát fogom majd felhasználni ahhoz, hogy ha lesz rá időm, ebből egy Nightbird verziót csinálják, azaz feketére átfesteni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de ugyanakkor tényleg egy szép darab. Ez az Alteration Man kiadása neki, szóval nem az eredeti, ezért se tartok attól, hogyha customizálni kéne. Igen. Nos, még mindig van. Következő, Combiner Wars Bombshell. Ilyen nagyon kis helyes figura. Lábakkal az oldalán, lábakkal a lábán, és kiálló kis pöckökkel itt is, meg ott is. Igen. Már nagyon bizarr ez a figura abból a szempontból, hogy nem lehet mozgatni a fejét semmilyen szempontból. Tehát hiába akar az ember mozgatni jobbra-balra, nem lehet neki, de örülök neki, mert hogy meglett így a második Combiner Wars trilógiás Insecticon, szóval már csak az egyik őket kell levadásszam. Ez követi nem más, mint sem szintúgy a Titan Saturnból Twinferno. Igen, ő már többször felbukkant a látókörömben, de eddig sose hoztam el, most viszont megtettem, lévén volt rá lehetőségem, és mit nem mondjak, jópofaj figura. Megvan a Robots in Disguise verziója neki, és úgy voltam vele, hogyha az már megvan, akkor legyen már meg ez a Titan Saturn verzió is, ugye, ami az eredeti karakterre hajaz, igen, az eredeti dizájnra, és eléggé furcsa egy figura, mert hogy az átalakítása sem egy klasszikus, de ugyanakkor egy érdekes darab, szóval az ő bemutatója is egy jó lesz a maga mienségében. Égyné. És akár hiszek, akár nem, még nem vagyunk a doboz végén. Igen, Fengrainak egy kiegészítője. Aztán Combiner Wars Groove-nak egy, hát nem egy official verziója, de ugyanakkor egy
olyan verziója, amit rá merek majd tenni az én kis defenzoromra, csak azért, hogy az originál fölállásban legyen. Még nem dönthetem el, hogy kicserélem-e rukra vagy sem véglegesen, de meglátjuk, mi lesz belőle. Ugyanakkor egy jópofa figura a saját berkeim belül is, ezért is gondoltam, hogy szert teszek rá, amikor megláttam. De ez egy ilyen motoros bemutató, mert hogy íme itt van a klasszikus movie lineból is egy karakter, akinek most így hirtelennyiben nem jut eszembe a neve, de emlékszem, hogy már többször szemeztem vele, hogy jó pofa lenne ezt beszerezni, de sose volt rá lehetősége, most viszont kétszer is felbukkant a bőrzén, ezért a kettő közül az egyikre le is csaptam, és íme itt van előttünk. Esetleg nyugodtan mondjátok meg a nevét, én később kikeresem, de jó lesz, hogyha a kommentelők között látható lesz majd. Nos, itt teljesen apróság. Régen a Donald kacsához egyszer volt egy ilyen kis Pédaman jellegű kamu golyóköpködő figura, és azt én annól elajándékoztam egy ismerősnek, de valahogy úgy hiányzott akkor. És most megláttam ezt Máté cimborán, és úgy voltam, hogy na jó van, legyen, és akkor elhoztam tőle. Semmi jelentősége nincs, teljesen egy kis gagyi izéke bigyóka, de ugyanakkor úgy voltam vele, hogy sosem elég, ugyanúgy, ahogy sosem elég a kis Fengrájból. Szóval igen, Gnavból, igen, keverem a nevüket, de Gnavból sosem elég, és ő már imen a negyedik Gnavom, és nagyon örülök ennek, mert hogy így lehet bővíteni az én kis pirányás akváriumomat. Egy 2001-es Reed Spy Changer figura, nagyon tetszett ez az átlátszó színezete, és emiatt tettem szert rá. Egy icike-picike átlátszó, ilyen gyurma színű, nem is gyurma, gyanta színű Angelomon Digimon, mert megtetszett az átlátszó, mi volt a. Így, ne? Mr. Skiffy-nek a kitűzője, ezt láthattátok a ezekén, a mutatás során. Aztán itt egy teljesen jó kis figura, lássuk csak, itt is van, mégpedig lenne a 2007-es eredeti Barricade. Szegénykének itt egy gimmickje, már magától akar aktiválódni, de maradjunk annyiban, hogy én ehhez nem ragaszkodom. Most így a videó alatt lehet, hogy majd ő is kap egy bemutatót, de sajnos hiányzik róla a Frenzy, tehát ez most a kicsit gátolni fogja azt egy rövidebb ideig. Mindenesetre maga a figura megvan. Azt a leborul szivar végét, mennyi minden van most itt. Igen, de mindjárt a végénél vagyunk egyébként emberek, már csak kettő dolog van, mégpedig az egyik, egy motu, nem rocklord, de egy ilyen űrkő, azért űrkő, ez a lulkó, mert hogy ez az űrkő lulkó egy mozdulattal képes, és átalakul egy aszteroidává. És ide le is rakom. És végül, de nem utoljára, az egyik olyan figura, amit már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta terveztem beszerezni, és nagyon vicces módon került hozzám, ugyanis ezen bőrze előtt nem sokkal kikerült a Geek Hunter nevű oldalon egy cikk rólam, amit mellékelni fogok a videó leírásában, ahol említettem, hogy az egyik grál figurám, hogy nagyon be akarok szerezni, nem más, mint sem Transformers Leader Class Megatron. Igen, Transformers Animated Leader Class Megatron, és az egyik eladó volt olyan kedves, hogy mikor meglátta ezt a kiírást, akkor felajánlotta, hogy amikor lesz a bőrze, akkor ő ezt félteszi nekem, és hát mit nem mondjak, nagyon köszönöm neki. Szóval igen, természetesen ő is megkapja a videóját, lévén teljes, tehát nem csak megvan a saját kis ágyúja, de megvan a két kardja is, ami eddig mindig kritikus pontja volt ennek a figurának, szinte sose találtam meg a karddal együtt, de most meglett, és most már meg is van így együtt, és a videónak a leges-leges legutolsó pontja nem lesz más, mintsem, hogy egyrészt kicsit hátrébb húzom itt a kamerát, ugyanis még egy dolog van hátra, egy, ami mindent visz, lévén, ehhez itt helyet kell csináljak, vagy lehet, hogy csak így előrébb hozom a képet, mert hogy ez nem más, mint sem. Húha, hát ezt hogy fogom ide rakni? Szerintem egyszerűbb, hogyha leveszem a kamerát. Szóval készítettek rá, hogy íme itt van,
Jó kis belázom a képet, de ez a hatalmas nagy dög, ami nem más, mint sem a Tesco-ban olyan gyakran látott kínai dinóformáknak az eredeti verziója, tehát amit pár hónap ezelőtt úgy lehordtam a sárga földig kombájnőrnek, az a verziója, aminek a tagjai talán elképzelhető, hogy nem lesznek olyan rosszak, mint amiket most kapni a Tesco-ban. Szóval igen, mit ne mondjak, az, hogy ez a bőrze sikeres volt, vagy eredményes volt, nem fedi le eléggé szavakban azt, amit ezen fölhalmozott figura kupac kifejez. Szóval igen, mindezek után köszönöm a FiguraFest szervezőinek, hogy lehetővé tették ezt a remek eseményt, és köszönöm mindegyik úroknak, aki végignézte ezt az igen hosszúra nyúlt videót. Hát igen, nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fog ez az ismeretet is tartani, de azért remélem tetszett nektek, és amennyiben tetszett, és amennyiben kíváncsiak a figurák érdekességeinek és funkcióinak az átalakítására, akkor kérlek iratkozzatok föl, amennyiben a videó tetszett, kérlek hagyjatok egy lájkot, amennyiben megjegyzéstek lenne, hogy netán voltatok-e a bőrzén, netán láttatok-e, vagy netán melyik figura tetszett, melyik árusnak tetszett a portékája, akkor itt hagyjatok egy kommentet. Mindezek után még egyszer köszönöm mindenkinek, aki végignézte a videómat, és remélem, mi találkozunk a továbbiakban is. Sziasztok!